Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Éricsi vagyok, és már tényleg nagyon-nagyon régen volt ilyen vlog videó, nem is tudom mikor, talán még tavasszal, úgyhogy úgy gondoltam, hogy csináljunk most is egy ilyet. Igazából a mai programot most nem akarom elmondani, úgy is tudni fogjátok, hogy éppen mit csinálunk. Nemrég értem haza talán egy negyed óra, úgyhogy most... Na álljunk csak meg, azt mondtam, hogy nem fogom elmondani a programot, erre 5 másodpercre rám mit csinálok, elmondom a programot. Úgyhogy most kimegyek egy kicsit Rockyhoz, megnézzük, hogy mi van vele, aztán tanulok, utána meg majd elmondom, hogy mit csinálunk. Igazából én szeretném újra elkezdeni ezt a random vlog sorozatot, hogyha nem is minden nap, nyilván nem minden nap, de a héten mondjuk egy 2 ilyen vlog videó szerintem felkerülhetne, hogyha ti is örültök ennek, úgyhogy a komment szekcióban nyugodtan várom, illetve egy like-ot tudjátok jelezni. Ez igen. A videó 10. másodpercében járunk körülbelül, erre ő már lájkot kéreget. Gratulálok! Illetve egy lájkot tudjátok jelezni, hogyha szeretnétek, hogy újra elkezdjük ezeket a vlog sorozatokat. Én meg már itt kerestem a Rockyt, hogy merre lett, aztán eszembe jutott, hogy mikor hazajöttem, akkor gyorsan kiengedtem a kertbe. Ott van bizony! Szevasz, Rocky! Szia-szia! Mi a helyzet? Szeretné bejönni? Akkor mi a varázsige? Bologas. Hoppá, amúgy nincsen ám egyedül, hiszen tudjátok, van itt nekünk még 2 vadállat, akik egyébként iszonyat aranyosak. Itt akik hátul Sonka, ő Sonka, illetve Kojak. Szevasztok, olyan aranyosak, hogyha őt sokáig simogatod, akkor képzétek el, hogy ő eldől. Ő a fiú, ő annyira nem szereti, hogyha simogatjuk meg, képzétek, hogy ő a férősebb. Lehet dobok nekik valami kaját, hiszen azért szeretnek ám mi. Azért jöttek ide, mert tudjátok, hogy én vagyok a kajás ember. Oda se dok. Gyertek. Na. Jó kis alma. Egy bolondos kis uzsonna. Na, jó étvágyat. De szerintem az nagyon igazságtalan. Gyere, Rocky! Nagyon igazságtalan lenne, hogyha a malacok, malackák kapnak, viszont drága Rocky kutyák nem kapna, úgyhogy ő is kap valami finomságot. Gyere, Rocky! Kíváncsi vagyok, az almát megeszi. Gyere, nézd csak! Tiéd. Szerintem ez egy elég meggyőző, nem? Na várjál! Most ezt igazából csak azért kapja, hogy ne legyen féltékeny, természetesen este majd kaprendeset ül. Okos tiéd. Este majd kaprendes vacsorát, csak hogy ne legyen féltékeny. Most azon gondolkozok, hogy tanuljak-e most, vagy majd edzés után, de mivel edzésig még van egy jóval, egy kicsit több, mint egy óra, szerintem a matekot azt megcsinálom most. Kész is vagyok, lassan egyébként indulom is kell, és már sötétedik, de gondolom a fényekből is látszik, hogy most már nem vagyok annyira megvilágítva, úgyhogy összecsapom az edzőcuccot, aztán mehetünk. Azt mondja, hogy cipő, mi ez? Rövidgatya, póló, aláöltözetek, meg a másik cipő. Ja, amúgy a hétvégén ugye volt meccsünk, és 5-0-ra nyertünk, és én nekem sikerült duplázni. Viszont most jön a legrosszabb rész, ugyanis búcsút kell vennem Rockytől, hiszen legalább másfél óráig nem találkozunk. Most egyébként nagyon fontos dolga akadt, ugye, Rocky? Látjátok? Ez is szar! Na jó, már Rocky, gyere! Gyere! Figyelj, most elmegyek edzésre. Addig te szépen őrzed a házat, majd jönni fog a mami meg a papi. Őrizzed a házat, aztán majd este talizunk, jó? Addig dumálj a többieknek, hogy szólj a malacoknak, hogy majd megyünk Fortnite-ozni. Amúgy nem tudom, mi ilyen szar a kép, mi a franc. Na mindegy, akkor majd jövök, jó? Remélem játszani fogunk. Játszunk! Oh. 98-as része. Na, vége az edzésnek. Most mehetek haza, és tanulhatok kémia tézére, illetve csináltok meg egy info házidogát. Szóval szerintem ma nem lesz live. Viszont ezt a videót, ezt nem tudom, hogy lehet, hogy még a holnapi nap folyamán is veszek bele ebbe a vlogba, és majd szerdán teszem ki. Alakult, hogy mégis tudtam egy kicsit játszani, úgyhogy ezt az időt arra fordítottam, hogy squadoztam nézőkkel. Most viszont kajálok valamit, aztán szerintem én lefekszek, mert jó aludni.
Azt hiszem, ez kivégezve. Na viszont én nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet. Ez egy ilyen kis ízelítő volt, hogy mégis milyen formában lesz ez a sorozat újrakezdve. Úgyhogy remélem, hogy tetszik fog nektek. Nyilván próbálok új részre egyre izgalmasabb dolgokat beletenni. Úgyhogy ha esetleg ezt várjátok, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, illetve egy feliratkozást is. Nagyon megköszönök, hogy további szép napot mindenkinek. Sziasztok!